Köszöntök mindenkit, aki megtisztelt ebben a korai órában minket ezen az ünnepélyes eseményen. Először szeretnék bemutatkozni, Csordás József vagyok, a Hunvestor Kft.-nek a tulajdonosi képviselője. Szeretném legelőször, mert a projektről beszélni néhány szóval megköszönni azoknak, akik segítették azt a munkát, hogy két év után eljutottunk oda, hogy alapkőlettételt tudjunk produkálni itt a Kiskunfélegyház ipari parkban. Szeretném megköszönni az önkormányzatnak, a polgármesteri hivatalnak, jegyző úrnak, illetve a polgármester úrnak a személyes közleműködését, ahhoz, hogy ma ezen a kora reggel órán itt állhatunk mindannyian. Mielőtt részletekbe belemennék, hogy milyen projektet fogunk itt megvalósítani, van néhány olyan társaság, akivel együtt dolgoztunk abban, hogy ideig eljussunk, őket külön szeretném megemlíteni. MAPI ZRT, a pályázatírónk, akik az uniós forrás lehívásában nyújtott a segítséget, azon belül a pályázatírónk, aki az operatív munkát végezte, Kerekes Zoltán úr, a tervezőnk, a Magyar Mérnök Művek Kft. És az ő tervezője, aki az operatív munkát szintén elvégezte. Szabadság alatt, 3 nap alatt kellett megcsinálni a terveket, mert 3 napig volt a pályázatunk nyitva, tehát elég szűk határidők mentén kellett dolgoznunk. Polc Tojan úr, illetve az önkormányzat említettem, ipari park támogatását szintén megkaptuk, jegyző úr, illetve a polgármester úr támogatását. Beszélnék néhány szót a beruházásról. Gyakorlatilag 14 hektárom, pontosabban 139.314 négyzetméterem egy intermodális logisztikai központ fog megvalósulni, ha minden jól fog működni. Az intermodális szó jelentése igazából átterelést jelent, tehát valamilyen szállító eszközről egy másfajta szállító eszközre fogjunk átterelni. Nyilván lehet vízről, közútra, illetve vasútra. Nyilván a Duna elég messze van innen, meg a Tisza is, tehát nyilván ezt az opciót mi nem vennék igénybe. Vasúti átterelésben gondolkodunk, a Kiskunfélegyházi vasútállomás iparvágányáról terelnénk át különböző eszközöket szárazföldi közutas szállításra. Gyakorlatilag alapvetően egy autologisztikai központot tervezünk, 7040 darab autót, személygépkocsit tudnánk egy időben itt tárolni a Kiskunfélegyházi ipari parknak ezen a területén. Ebből 2900 gépjármű lenne jéghálóval védett, a többi az védelem nélküli. Rendkívül magas biztonsági rendszer, dupla kerítés, lézerhálós, mozgásérzékelős biztonsági rendszer élőőrzéssel, kutyával kialakítva. Gyakorlatilag a beruházás 2014. november 1-ével kezdődne, és 2015. június 30-ig nekünk a uniófejlesztési elszámolást el is kell végeznünk, le kell zárnunk a projektet. Ha minden jól megy, akkor közvetlenül és közvetetten kb. 40-50 főnek fogunk tudni munkát biztosítani ezen a beruházáson. Szeretnénk, hogy az ipari park egy lendületet kapna ezzel a beruházással. Különböző vállalkozásokat szeretnénk, akik csatlakoznának hozzánk a közeljövőben. Szükségünk lesz majd szervizre, kamionmosókra, vendéglátó helyekre, mert csúcs időszakban, hogyha minden tervén szerint alakul, napi 50 kamion fog bejönni a telepre, és 50 kamion fog kimenni. Lesznek olyan kamionosok, akik itt fogják tölteni az éjszakát, amikor a vezetés idejük azt igényli nyilván. Hogy milyen piacra építünk, nyilván ez egy jó kérdés, biztos felmerült önökben is. Gyakorlatilag nem a Mercedes a fő piacunk, mi a Nyugat-Európából a Balkára, az Ex-Jugoszláviába tartó személyautóknak az átterelését végeznénk itt, illetve Románia, Bulgária, Törökország, illetve van a régióban két nagy autógyár, és nem a Kecskeméti Mercedesre gondolunk, az egyik a Fiat Craiova-Vácon, a másik pedig a Renault-nak a Dacia gyára Romániában, Pitestiben. Velük van együttműködés megalapodásunk, gyakorlatilag ők irányvonatokon betolják nekünk ide a járműveiket, mi leszedjük a vasútállomásról, itt tároljuk, nullrevíziót végzünk, ha kell, deponálunk vámkezelőnk, unióból, unióba, mindenféle vámkezeléssel indítjuk a járműveket, és felrakják azokra a trélerekre, amit mindannyian szoktak látni az autópályán, amik viszik a Dacia-kat, mennek Budapest felé. Nyilván a Mercedes-től sem zárkózunk el. A Mercedes logisztikán jelen pillanatban úgy tudom, a Kecskeméti gyárból Bécsben történik. Tehát, hogyha önök mondjuk Kecskeméten rendelnek egy Mercedes-t, akkor a Mercedes kimegy először Bécsbe, és akkor onnan visszahozzák fél egy házára. Nyilván, ha minden jól megy, és ugye a Kecskeméti Mercedes gyárnak van egy nagyon komoly iparvágány, amit a gyárépítés során kialakítottak, jelenleg nem tudják használni. Mi szeretnénk, hogy azon az iparvágányon elinduljanak egy esetleg szerelvények itt a Félegyházi állomás, onnan tudjuk leszedni. Milyen egyéb addicionális előnyt jelentett ez az önkormányzatnak, illetve a városnak? Nyilván az adóbevétel munkahelyteremtésen kívül az ipari parknak jelenthet egy komoly lökést, illetve nagyon szeretnénk a vasutat fejlesztésben esetleg egy iparvágány, vagy pedig a vasútállomásnak a fejlesztését is magával vonhatja ez a beruházás.
7000 darab parkolókerület kialakításra, ami azt jelenti, hogy egy hatalmas területről beszélünk, és amit elhangzott Csordás úr beszámolójából, azért egy-egy ilyen komoly vállalkozás, hogy megtelepül Kiskunfélegyházan, az egy közel 2 éves előkészületi munka, mikor elérünk ide. Tehát valójában egy nagyon komoly munka előzte meg, hogy végre az alapkőletétel megtörténhet. Örülök annak, hogy az Európai Uniós pályázatban is szemünket rajta tartottuk ezen a pályázaton, és segíthettük, hiszen Kiskunfélegyházának ez egy nagyon fontos beruházás. Nem csak azért, mert egy hatalmas területen megindul az élet, és azt gondolom, hogy ilyenkor, amikor egy-egy ilyen beruházás megtörténik, legyen az akár belterületen is egy bolt környéke, de egyértelműen a környékét is érinti, tehát valójában a város erre terjed, erre fejlődik. Amiről szó esett, egyértelműen azt gondolom, hogy a város helyi adóbevételei is erősen nőnek ettől, hiszen az jól értető egy beruházás révén. A másik fontos dolog pedig közel 100 olyan munkahelyet terem, amely áttételesen is érinti ezt a beruházást, ami egy nagyon komoly dolog Kiskunfélegyházán, hiszen munkahelyekről beszélünk és gazdaságfejlesztésről, hát ez az valójában, ami itt most elindul, és ahogy el is hangzott, tehát ennek jövő nyár elejéig már elszámolással meg kell történnie, tehát egy nagyon komoly beruházás indul Kiskunfélegyházán november 1-től. Nem könnyű egyébként télen építkezni, de ma már semmi sem lehetetlen, és bízom abban, hogy ez valóban egy olyan fejlődés hoz a városnak, ami nem csak itt a helyet mozdítja meg, hanem valójában más befektetőket is vonz magával, hiszen azt pontosan tudjuk akár Kecskeméten és az autógépgyártás ügyén is, hogy maga az oktatás is vonza, és nyilván a beszállítókat is érinti ez a történet. Én sok sikert kívánok ehhez a munkához. Azt gondolom, hogy Kiskunfélegyháza városa eddig is, ha valaki érkezett Kiskunfélegyházára érdeklődőként vagy később komoly szándékkal, minden segítséget megadtunk ahhoz, hogy megtelepedjen. Ahogy elhangzott, azért ez 2 esztendő egy komoly megtelepülés. Azt is tudjuk, hogy tárgyaltunk már koreaiakkal, kínaiakkal, az még hosszabb időszak, hiszen ott sokkal lassabb és bölcsebb döntést kívánnak úgy látszik hozni, és ezt sokáig rágják. Úgyhogy bízunk abban, hogy mindenféleképpen, és azt kell mondanom, nem is bízunk, hanem tudjuk, hogy ez a városnak egy nagyon komoly fejlődés, és örömmel mondom azt is, hogy nem ez az első, nem is az utolsó, hiszen még a következő hetekben is igyekszünk komoly beruházásokat bejelenteni, és remélem, hogy ezt mindenki érti is, hogy ez komoly fejlődés az Kiskunfélegyháza városának. Köszönöm, hogy itt vagytok, ez így alakult, és szeretnénk ezt a kis alapkövet a mai napon lehelyezni. Ebben elhelyeztünk sok olyan helyi, illetve helyi dolgot, amelyet bízunk benne, hogy majd az utókor, ha megtalál, akkor kincsekként fogja ezt majd kezelni, hiszen részben a helytörténelmet, részben pedig a gazdaság fejlődését is érintő dokumentumokat helyeztünk ebben. Valaki ilyen Csordás urat, hogy akkor ezt helyezzük be, ragasszuk le, és Bozókírnak is köszönjük a szakmai segítségét, hiszen nélkül nem tudjuk volna ezt megvalósítani. Sem ragasztani nem tudunk, sem betonozni, sem mást, úgyhogy ezt helyezzük.